Szeretettel köszönöm mindenkit az új videóval, és ebben vagyok. És már mert olyan videót hoztam nektek a csatornán, amiben a vasútállomást fogjuk nektek bemutatni. Voltunk az ugrói vasútállomáson, bemutattuk nektek a vonatokat, amit mentek, mikor érkeztek, mikor késtek, 10 percet, vagy 20 percet késtek a vonatok. Sokan kértétek, hogy legyen ez a videó a vonatokról. 3 vonatot néztük meg itt az ugrói vasútállomás. Volt Fecskeszi, csak fecske volt, meg volt minden vonatok, amiket bevideóztam nektek. Az lesz a címe, hogy kimentünk az ugrói vasútállomásra vonatokat nézni. Tetszett ez a videó, akkor nézzetek is velem a videót, és akkor jó szórakozást mindenkinek, és nézzetek is meg a vonatos videóimat, mint itt az Evény csatorna. Thank you.
Mindjárt jön az is. Még egyet várni. Mondom, megyünk. Jó. Van már, ad is fecske szíjjelnő. És ez ugrója. Hát, hogy vágálja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok. Iratkozzatok fel a csatornára, újak vagytok, nyomjátok a csengőt, hogy kapjátok minden részletet az újabb videókról. Mert sokára jövök nektek egy újabb videókkal, addig is vegyétek jók, és a következő videókban megmutattuk nektek a táblát is, mikor megy a tegvédő Budapest-nyugati pályaútvonalig, meg Karcaktól Zuglóig, Kisújszállástól Zuglóig. Mindjárt vonatot megnéztünk, nagyon szép vonatok voltak, fecsköszi is volt, voltak mindjárt vonatok, egyszer késtek, egyszer nem késtek a vonatok, és köszönöm szépen, hogy bejelentetek ebbe a videóba, a felszállást nem kell, nem, az A vágánya indult, és B vágánya is elment, és találkozom, hogy a következő YouTube csatornámban, itt a YouTube csatornámon, és sziasztok, és legyen vonatos napotok mindenkinek.